Látványos trükkök és vízfelszínen száguldó fiatalok, ez fogadta a hétvégén a Velencei tó északi partjára látogatókat. 14. alkalommal szervezték itt a Wakeboard Magyar Bajnokságot. A wakeboard egy a szörfözés ihlette extrém sport, aminek világszerte egyre több ember hódol, és hazánkban is egyre nagyobb a sportág rajongó tábora. A wakeboard nagyjából szerintem a fiatalok sportja, már azt mondom, hogy nagyon jó versenyzőink vannak akár 35-40 éves korig is, de azért ez a fiataloknak a ruganyossága, minél több trükköt tudnak ugye megtenni. Ha minden igaz és minden jól megy, akkor remélhetőleg előbb-utóbb még olimpiai sportág is válhat belőle. Több világbajnokunk is van, több kategóriában, úgyhogy jó esélyeknek nézünk elébe majd. Magyarország legjobbjai is részt vettek a versenyen. Pap László például többszörös bajnokként száguldott a tavon, de Velencére érkezett a kétszeres junior világbajnok Szólát Krisztián is. Mint mondja, a wakeboardozás egy életforma. A jó idő beköszöntével e köré a sport köré szervezi minden wakeboardos az életét. Magyarországon összesen 12 a velenceihez hasonló kötélpálya áll a sportolók rendelkezésére. Mondhatni, hogy kábel nagyhatalmak vagyunk, úgyhogy nagyon sok helyen ki lehet ezt próbálni, ezt a sportot már. Összesen egyébként csaknem 50 wakeboardos versengett az idei velencei bajnokságon. Egészen este 8:30-ig szelték a habokat a sportrajongók.